Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Ebben a videóban egy ismerős dobozkát fogunk újra elővenni, és ez lesz. Nézzük meg, mi ez, és mi van benne. Nézzük akkor meg közelebbről ezt a dobozt. Nemrég találkozhatunk már egy pont ugyanilyennel. Azon is ugyanez az iTaste felirat volt. Ez mit rejt vajon? No, nézzük. Egy útmutató, hogy töltsük meg a kartomizerünket. Egy biztonsági útmutató az elhasznált akkumulátorok kezeléséről. És itt a titok. iTaste VTR. Nézzük. Itt van maga az eszköz. Picit arrébb helyezem. Itt van maga az eszköz. Rajta egy iClear 2 ohmos kazánnal. És itt van egy ilyen átalakítóval, amivel majd egy kicsit később meg fogunk ismerkedni. Tegyük félre a dobozt. És nézzük meg a készüléket. Itt láthatjuk tehát magát a készüléket. Mit lehet róla tudni? Fogása. Jó? A méretei az 22 mm így, 54 mm így, és egy picivel magasabb, mint 10 centi, természetesen kazán nélkül így. Így. A maximum áram leadása, illetve terhelhetősége az 5 amper, és azt kell róla tudni, hogy ez egy varivattos készülék, ami 3-tól 6 voltig állítható tizedes lépésekben, illetve 3-tól 15 wattig állítható fél wattos lépésekben. Annyi látszik rajta már most, hogy azért az új lenyomatot azt elég masszívan gyűjti. Próbálom picit megtörölgetni, de látszik, hogy nem sokat segít. Nézzük meg először akkor a kazánját. Gyárilag ezt a 2 ohmos kazánt kapjuk hozzá, ugyanolyan, mint az előző verzió, tehát ez egy dual coil kazán, annyi különbséggel, hogy egy pillanat, állítok egy fókuszt. Annyi különbséggel, hogy itt már az üvegszál nem tapad rá a palásnak a falára, hanem egy kis perforált csőben helyezkedik el. Nézzük meg, hogy ez hogy lehet szétszedni. Ez a felső része. Itt alul 2 gyűrű található. Ezzel tudjuk a kazánt kiszabadítani. És itt egy ilyen felsliccelt résszel pozícionálni. Ez az a rész, amiben található a dupla fűtőszál. Ez nem szétszedhető, nem is érdemes vele próbálkozni. Veszünk egy ugyanilyet, belerakjuk, és újra megtöltjük. Tehát ezt ide visszahelyezzük, figyelünk arra, hogy hogy és hogyan van felsliccelve ott. Azt betoljuk, hogy ráüljön. Visszatekerjük rá, ami rögzíti a helyén. Meg is tudjuk nézni azért 2 méretes levegőző
vájattal rendelkezik, tehát a légellátással nem lesz gondunk, és ezt visszatekerjük. Kicsit nyikorognak a menetek. Ahogy nézem, 3 mm-ig van beosztva ez a maximum, de én az előző verzióból kiindulva ezt ennyire nem tölteném meg. A felső drip részét levesszük, akkor láthatjuk, hogy van ott egy kis kollektor része. Bocsánat. Van ott egy kis kollektor része, ahol vissza tud csorogni a kondenz a kazánra. Ezt visszatekerjük. És veszünk valami fincsi ízt. Itt fent letekerjük. És szépen itt a palást falánál becsorgatjuk a likvidet. Én ezt nem is töltöm meg jobban. Visszatekerjük rá. Most ebben majdnem 2 milliliter van. Hagyjuk, hogy egy kicsit igyon. Addig megnézzük közelebbről magát az eszközt. Tehát így néz ki az eszközünk. Ahogy láthatjuk, szépen el van látva levegőző furatokkal itt is, gázelvezetővel, illetve itt a akkumulátor ajtajánál is. Amit észrevehetünk még, hogy sajnos ez nem rugós, tehát fejjel lefelé kell állítanunk, hogyha nincs benne aksi, és ki szeretnénk nyitni. Ha ez megvan, akkor behelyezünk egy 18650-est, és csak egyet visszazárjuk az ajtót, és semmi nem történik. Azért nem történik semmi, mert ilyenkor alapesetben zárva van a készülék. Ahhoz, hogy ezt kinyissuk, az elsütő billentyűt kell megnyomnunk 1, 2, 3 egymás után, és ekkor most az off volt, na, megmutatom akkor 1, 2, 3, megjelenik az on, és itt ezen a kis ablakon 3 darab LED, a piros, a sárga és a zöld felvillan, erre majd később kitérünk, hogy micsoda. Amit még láthatunk a készüléken, az itt fent egy tekerő gomb, és szintén egy gomb, amit be tudunk nyomni. Most azt írja ki, hogy P8,5. Illetve, hogy non. Nem tudja megmérni, hogy milyen kazán van rajta, mivel üres. Tegyük meg azt, hogy behelyezzük akkor a kazánt, ami már mostanra megitatódott. Megfogjuk itt ezt a kontra anyaként is fölfogható recézett részt, és szépen nem barom módjára, de ráhúzzuk ezt. Most ha megnyomjuk még egyszer ezt a gombot, ha 2 másodpercre megnyomjuk, akkor kiírja, hogy a rajta található kazánnak milyen ellenállása van, nézzük meg. Azt mondja, hogy 2,4 ohm, ahhoz képest, hogy 2 ohm volt ide bele gravírozva. Hát ez van. 2,4. Hogyha ebben az esetben szeretnénk beállítani a kazánunkhoz az általunk kedvesnek vélt feszültség vagy teljesítményértéket, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy megnyomjuk ezt a gombot, és utána még egyszer, és akkor miután ez megtörtént, ezzel a kis
tekerő gombbal tudjuk szépen állítani. Egészen itt van, látszik ez most 3 watttól egészen 15 wattig. Hogyha ezt tovább forgatjuk, nem történik semmi, tehát nem kezdi el előről számolni. Hogyha szeretnénk váltani teljesítmény és feszültség között, azt úgy tudjuk megtenni, hogy megnyomjuk a gombot, és miután kiírja a P betűt, hogy most teljesítmény, megnyomjuk még egyszer itt fönt, és akkor átváltunk feszültségre, tehát itt a volt értéket tudjuk beállítani. Ha ezt utána megnyomjuk még egyszer, akkor visszaállunk teljesítményre. Amit meg lehet figyelni, hogy én ha most itt beállítok neki 8,5 wattot, és utána megnyomom a gombot, és mondjuk beállítok feszültségnek mondjuk 4,8-at, és aztán megint megnyomom, akkor nem felejti el az értéket, hanem visszaáll arra az értékre, amit itt az előzőekben beállítottunk. Amit még lehet a készülék LED kijelzéséről tudni, az ugye, amit az előbb is mutattam, itt ez a piros, sárga és zöld színű LED egyértelmű visszajelzést ad arról, hogy éppen milyen töltöttségi szinten van az akkumulátorunk. Hogyha a piros LED világít, akkor az azt jelenti, hogy 3,61 volt feszültség alatt van a töltöttségi szint. Hogyha a sárga LED világít, akkor 3,61 és 3,75 volt között van a töltöttségi szintje az akkumulátorunknak. Hogyha a zöld LED, mint most is világít, akkor az azt jelenti, hogy 3,75 volt fölött van a töltöttségi szintünk. Hogyha a piros LED villog 8 másodpercen keresztül folyamatosan, akkor az azt jelenti, hogy az akkufeszültségünk 3,3 voltnál kevesebb, illetve akkor itt a kijelző is kiírja, hogy low, és ki fog kapcsolni a készülékünk. Hogyha a piros LED itt 5 másodpercen keresztül folyamatosan világít, akkor az azt jelenti, hogy rövid zárat érzékel a készülék a kazánunkban, és ilyenkor nem is izzít, illetve hogyha megnyomjuk fönt a funkciógombot, akkor nem az ellenállásunkat és utána a teljesítményt vagy a feszültségértéket mutatja, amit beállítottunk, hanem kiírja, hogy R00, ez jelenti azt, hogy rövid zárat érzékel. Hogyha a készüléket hosszú 2 vagy 3-as slukkokkal próbáljuk használni, akkor fogjuk észrevenni, hogy hiába nyomjuk a gombot és izzítunk, 10 másodperc után a készülék biztonsági üzemmódba kapcsol és lekapcsolja az izzítást. És ilyenkor így zölden villog, vagy éppen attól függően, hogy milyen a töltöttségi szintünk. Nézzük meg akkor teszt közben. Nézzük akkor, hogy mit teljesít élesben az iTaste VTR. Tehát akkor 8 watt. Látszik azért, hogy szépen beitta azt a 2 millit, most már csak 1 milli, hát a többi ugye a hosszú üvegszálban van, ami a perforált hengerben található.
Lehet, hogy ezt följebb is veszem. 8,5 watt. Jó meghajtja ezt a dual coilt. Kezdem viszont kezd fáradni. Nézzük meg, hogy mi is az a videó elején említett kis henger alakú valami. Mert hogy mondjuk van nekünk egy nagyon bevált és szeretett tájfunk, vagy bármi más, ami picit vastagabb ennél a gyári kazánnál, és akkor látjuk, hogy hát itt bizony ez nem lesz frutti, mert hiányzik egy jó 5-6 centi, hogy én ezt bele tudjam tekerni. Itt jön a furfang. Ezt a toldót betekerjük ide. És most már minden további nélkül rá tudjuk rakni a saját készülékünket. Meg is mérjük. Azt mondja, hogy van súlya. 1,9 ohm. Maradunk a 8,5 watton. Nézzük, hogy ezzel milyen. Szépen megküldi. Erről a kiegészítőről még annyit kell tudni, hogy mint a 134-esnél, ez is rendelkezik egy szépséggyűrűvel, és ha ezt széttekerjük, akkor láthatjuk, hogy ez bizony egy 5-10 ego csatlakozóval rendelkezik, tehát hogyha nagyon szeretnénk és ego menetes kazánunk van, azt is nyugodtan rá tudjuk tekerni. Én most visszatekerem a hozzáadott gyárit. Hogyha esetleg Genesis típusú kazánt rakunk rá a tetejére, a kiegészítőre, és ugye ott nem mindegy, hogy milyen irányban helyezkedik el a fémszövetcső, vagy kerámia, vagy bármi más a likvidellátás szempontjából, na akkor kap szerepet ez az alsó elforgatható gyűrű, ugyanis mikor ezt meghúztuk, megszorítottuk, akkor ezzel be tudjuk úgy pozícionálni, hogy a mi fogásunkhoz képest a likvid szállítás alul legyen, és folyamatos legyen az ellátottsága a fűtőszálnak. Nézzük akkor pro és kontra. Pro, tetszik a kidolgozása, és érzem, hogy egy masszív darabbal állok szemben, és nagyon tetszik, hogy állítható feszültség és teljesítmény szabályzással rendelkezik, illetve a kettő teljesen független egymástól, tehát be tudunk állítani külön egy feszültségértéket, átváltunk a teljesítményre, a teljesítményérték is egy másik, a kettő között tudunk ugrabugrálni. A kettő teljesen független egymástól, tehát ha elállítjuk a feszültséget, a teljesítményt nem fogja ahhoz képest elállítani.
pozitívum tetszik. Tetszik, hogy visszajelez, hogy éppen milyen szinten áll a töltöttségünk, és tetszik, hogy egyszerű a kezelhetősége. Tehát itt nagyon nem kell semmivel variálni, ezzel a gombbal egyből meg tudjuk nézni, hogy milyen ellenállásunk van, most feszültség vagy teljesítmény állításra állítjuk, és ahogy beállítottuk az értéket, ezzel a nagyon könnyen kezelhető forgatógombbal, utána hiába forgatjuk, nem történik semmi. Tehát, hogyha beállítottuk, akkor utána már csak egy dolgunk van, hogy figyeljünk arra, hogy sose ürüljön ki, mindig legyen mit gőzölnünk. Pozitívum még, hogy nagyon jól dokumentált, tehát ajánlom mindenkinek, hogy ezt a kis kezelési kézikönyvet, user manuált olvassa. Egyébként itt van benne megtalálható a készüléknek az eredetiségét igazoló matrica is, és nagyon szemléletesen ábrákkal elmagyarázzák, hogy mi mit csinál, mit jelent, hogy kell használni. Tehát ez is pozitívum. Negatívumok. Első és legfontosabb, hogy lehet, hogy ez már az ITS-nek egy ilyen keresztje nálam, hogy ezt inkább edzőteremben tudnám elképzelni. Tehát azért elfelejtettem lemérni, de van azért neki súlya kézben is tartani. Kézben is kell tartani a történetet. Egy picit nedvesebb a tenyerem már, keresem azért a fogást, hogy hol a legjobb, de egyébként így ezzel a módszerrel szerintem nagyon nem lehet mellélőni. Tehát a súlya. Van benne anyag. Negatívum még nekem ez az új lenyomat gyűjtés, tehát ez a polírozott felület, vagy ez a krómozott felület, nem tudom eldönteni, hogy melyik, borzasztóan gyűjti az új lenyomatot. Ha már csak rá gondolunk is, már új lenyomatos a történet. Úgyhogy hát ezen lehetne mit csiszolni, de már nem szó szerint neki esni a csiszolópapírral, ezt ne tegyük meg. Lehetne mondjuk ezt egy matt felülettel is kompenzálni. A másik negatívum számomra az ez a aksi fedél, ami így most már kilöki magát, de ha üresen akarjuk kinyitni, akkor ez így reménytelen, meg kell egy picit dönteni, és úgy kinyílik. Az aksit behelyezzük, és így már nincs is gond. És mivel kivettük az aksit, ezért újra lezárt, megint bekapcsoljuk. Negatívunként, tehát ennyit tudok összesen felsorolni, illetve még talán annyit, hogy hát ez mindenkinek a saját preferenciája, hogyha van egy saját kazánja, ami nem fér bele ugye a gyári helyre, és rárakja a toldót, és mondjuk rárakja a saját kazánját. Hogy azért kérem szépen, hát itt van azért méret, ez szerintem így már a drippel együtt verdesi a 20 centit, és fú, hát olyan súlyana. Mindent egybevetve. Nálam ez nem a kiruhangászos készülék lenne utcára. Otthon mindenképp egy alap darab lehet, pláne hogy vari volt varivattos. Azt mondom, hogy aki nem riad meg a méretétől és a súlyától, az az anyaghasználata miatt is azt mondom, hogy egy
sokáig élvezhető mod készüléket tudhat a magáinak, ami egy nagyon egyszerű kezelhetőséggel párosul, egy könnyen leolvasható kijelzővel, úgyhogy amennyiben elnyeri a tetszéseteket, és úgy gondoljátok, hogy ez az a készülék, ami nektek kielégíti az igényeiteket, azt mondom, ajánlom bátran, keressétek fel a forgalmazó weboldalát, és rendeljétek meg. Természetesen további jó gőzölgést kívánok nektek. Sziasztok!